Nézzétek meg, ebbe a madarak nem esznek, hanem itt van ez a kis lyukacska, itt bebújnak, így, és ott alszanak. Így ismerkednek a gyerekek a madárodúval a tolnai Pittypang óvodában. Amellett, hogy az intézmény egyik fő profilja, hogy környezettudatos és környezetbarát gyerekeket neveljen, fontosnak tartják azt is, hogy az élővilággal is barátságot kössenek az apróságok, és testközelből ismerjék meg például a kertben lakó madarakat. A létesítmény 2016 óta viseli a Zöld Óvoda címet, ami egy különleges nevelési programmal is jár. Az a célunk, hogyha majd a gyerekek kikerülnek az oviból, akkor ugye környezettudatos felnőttekké váljanak, és hogy elültessük bennük ezt a szemléletmódot, és a gyerekeken keresztül talán a szülőkben is. Az óvodában nem csak a szelektív hulladékgyűjtést tanulják meg a gyerekek, de megismerkedhetnek a komposztálással és a kerti munkákkal, ugyanis az intézményben egy kis fűszerkert is kialakításra került, amit a gyerekekkel együtt gondoznak az óvodapedagógusok. A külső tevékenységek mellett mindenféleképpen a tapasztalatszerzésüket bent óvodai tevékenység központokon keresztül is bővítjük, illetve fejlesztjük, és a fő célunk az, hogy mindenféleképpen természetbarát gyermekeket neveljünk. Viszont úgy gondoljuk, hogy természetbarát gyermekeket csak is természetbarát környezetben tudunk nevelni, illetve fejleszteni. A telephely vezetője elmondta, nagyon büszke rá, hogy zöld óvodaként működhetnek, és hogy az idén elnyerték a Madárbarát óvoda címet is.